Sziasztok! A mai napon itt vagyunk Esztergomban, a Prímás sziget mellett, és megnézzük a Duna áradását itt Esztergomban, és utána át fogunk menni Párkányba is. Tudom, hogy ez a csatornában annyira nem illik bele, de meg fogjuk nézni, hogy milyen építkezések vannak Párkány belvárosában, illetve a videó végén még Esztergomban megnézzük a polgármesteri hivatal felújítását is. Most egyébként szeptember 18-a szerda van, 3:48 körül. Itt Esztergomnál jelenleg 650 centi a Duna, és várhatóan 750-775 cm környékén fog tetőzni. Úgyhogy menjünk tovább, és irány a Mária Valéria híd, megnézzük a fővág hogyan néz ki. Íme a Mária Valéria híd, és most pedig elnézünk a bazilika irányába. Ez itt nem olyan vészes, viszont a másik irányba a szigeten sokkal rosszabb a helyzet, azt majd visszafelé tekintjük meg. Itt állok pontosan a magyar és a szlovák határon, és ott pedig láthatjátok a bazilikát, ahogy már nagyjából el is készült. Tavaly már készítettem is erről videót, akkor még az egyik kisebb kupola hiányzott is, most már az is elkészült. Szerintem hamarosan kész lesz a teljes bazilika. A másik irányba fordulva pedig már Párkányt láthatjuk, és ott látok is egy építkezést, úgyhogy majd azt is meg fogjuk nézni. És itt vagyunk Párkány központjában. Hát így néz ki Párkány sétáló utcája. És íme itt van is egy építkezés egyébként. Nem tudom, hogy mi épül, de majd mindjárt nézzük közelebbről. És szerintem nincs kívül, hogy mi épül. Mert ez itt valami kincskeresés. Azok ott más családi házak. Pincázó pedig nem itt lesz, hiszen más a címe, és egyébként is 2007 óta üzemel, úgy látom. Aztán persze rögtön megyünk vissza, és megnézzük ezt az építkezést ott a polgármesteri hivatal mellett, és utána megnézzük a Dunapartot innen Párkányból is. És akkor ott voltunk a főutcában, most pedig megyek le a Dunapartra, az innen már csak egy perc séta. Itt van a polgármesteri hivatal, és mellette pedig szerintem egy lakóházat építenek. De mindjárt megnézzük közelebbről is. Ja, és itt vannak egyébként a bérelhető Suzuki biciklik, ilyenek természetesen Esztergomba is vannak. Ide úgy látszik, hogy még Párkányba is elérhetőek ezek. Úgy látom, Szlovákiában nem divat kiírni, hogy mi épül, de gondolom ez egy lakóház lesz. Szinte közvetlenül Duna mellett, mert innen már csak így 50 méter, és ott van a Duna. Íme itt vagyunk a Párkányi Dunaparton, szembe pedig Esztergom látható, ott van a bazilika is, és 6,5 méter itt a Dunának a vízszintje. Várhatóan 7,5, legrosszabb esetben 8 méterig fog felmenni, de hát az innen már maximum másfél méter, úgyhogy Párkánynak ezer részét nem fogja veszélyeztetni, hiszen itt az elég magas. És látjátok, ahol pedig le lehet menni a hajókhoz, ott is lezárták ilyen mobilgátszerűséggel, úgyhogy itt szerintem nem lesz gond. És akkor megyünk vissza Magyarországra, de most direkt a híd másik oldalán, hogy innen is lássuk, milyen a helyzet. Az biztos, hogy Párkánynak ezen felén sem lesz gond, hiszen ez itt jól meg van csinálva, jó magasan van, úgyhogy a lent lévő épületek biztosan nem lesznek víz alatt, mert ilyen magasan nem fog feljönni a Duna. Nem is készültek homokzsákokkal se, látjátok, itt nincs senki, néhányan bicikliznek és sétálnak, de egyébként
itt semmilyen készültség, mint úgy látom. Hát ez az épület, ez van itt problémás helyen. De nem tudom, hogy ez... Hát, hogy laknak itt egyébként. Turista szálló, most látom. Ezt elképzelhető, hogy elönti a Duna, sőt, elég valószínű, és nézzük meg jobban. Hát igen, ez nem is lehet kérdés. Ezt az épületet el fogja érni a Duna hamarosan, hiszen már itt van. Még pár centit nő, és már oda is fog érni az épülethez, és semmi készültség, úgy látom, nem zavarja őket. Mária Valéria híd. Egyébként Párkányban a lakosság 70%-a magyar, úgyhogy akárhova mentek, szinte biztos, hogy magyarokkal fogtok találkozni. Visszatértünk Magyarországra, és innen a híd másik feléről. Látszik, hogy Esztergom túloldala már nem néz ki olyan jól. Ugye ez itt a Prímás sziget, és az is jól látszik, hogy a hajók itt állnak. Tehát nagyon-nagyon elöntötte itt már a víz. Ott egy út is menne egyébként, de az már teljesen víz alatt van, és van ott egy panzió, meg étterem, és hát... Azokat elönti a víz, vagy már el is öntötte innen, talán úgy néz ki. Nem túl jó itt a helyzet. És ugye innen még ez egy métert fog emelkedni, úgyhogy nem néz ki jól. Normális körülmények között itt alattam nem lenne víz, úgyhogy jól látszik, mennyire nagy itt már a Duna. Ott vannak például a lámpaoszlopok, ott megy mellette az út. Teljesen víz alatt van az egész. Az előbb nem videóztam, mert nem akartam ott senkit zavarni, de azért elmondom, hogy mit láttam. A szigeten a következő utcát már eléggé elöntötte a Duna, ahol egyébként néhány lakóház és egy iskola is található, és egy csomó rendőr dolgozott, illetve közben elvonultak a honvédség szállító járművei is. Valószínű, hogy a Suzuki Arénát is elérte már egyébként a víz, hiszen az is ott van abban az utcában. A túloldalon látható a Prímás sziget, ahol egyértelműen nem jó a helyzet, viszont ezen az oldalon itt ugye készültek homokzsákokkal is, de szerintem nem fog ideig feljönni a Duna. Legalábbis reméljük, hogy nem. És hogy ne csak az árvizet nézzük, meg tekintjük a polgármesteri hivatal épületét. Borzasztó rossz állapotban volt, úgyhogy a felújítás, és úgy látom, hogy viszont gyönyörű lesz itt. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, sziasztok!